elkövettem azt a hibát, hogy nagyon-nagyon zárkózott gyerek voltam. Illetve az volt a hiba, hogy nem mertem nyitni igazából a gyerekekre. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt az Egy Szóval, egy olyan interjú műsor, ahol az alanyok 12 villámkérdést kapnak, erre kizárólag igennel és nemmel válaszolhatnak, igaz, háromszor passzolhatnak is. Ezt követően néhány témát mélyebben is átbeszélek majd mai vendégemmel, aki nem más, mint Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnője. Ő következik. Gátlásos embernek tartod magad, lévén, hogy színpadi ember vagy, szerinted ez hátrány? Nem. Felvállaltad, hogy inzulin rezisztenciád van, ez ugye szénhidrát cserezavar. Igen. Ez sok fájdalmas lemondással jár? Igen. Gondoltál-e már arra, hogy bárcsak ne Hernádi Juditnak hívják az anyukádat? Igen. Évekkel ezelőtt az X-faktorban is megpróbáltad, akkor ugye nem jutottál el az élő showig. Akkor megfordult a fejedbe, hogy abba hagyod az éneklést? Nem. Rosszul esette neked, amikor édesanyád Hernádi Judit azt kérte, hogy vágjanak ki a casting felvételekből? Nem. Nem bulvárúrokat szeretnénk pengetni, de tavaly még azt nyilatkoztat, hogy szingli vagy, ugyanakkor nagyon vágysz egy párkapcsolatra. Kaptad magad azon, hogy mondjuk ezt görcsösen akarod? Igen. Kerültél-e már bajba a szókimondásod miatt? Igen. Fiatalon sokat lehettél együtt Törőcsik Marival. Mertél neki ellent mondani? Nem. Gimiben is kirittál a közösségből, ma már jobban megpróbálnál beilleszkedni? Nem. Szüleid válásáról azt mondtad, hogy később vált ez számodra szorongatóbbá. Volt, hogy már a teljes család hiánya. Volt benned például harag valamelyikük iránt, bármikor is? Emiatt? Igen. Igen. A cikkek egy része a fogyásoddal foglalkozik. Ez téged zavar? Nem. Nem? Tudom, hogy göröngyös út vezetett, hogy eljuss ide, tehát hogy sikeres légy. Van benned félsz, hogy ez egyszer elmúlik? Igen. Hát ennyi lett volna a villámkérdések sorra, most megyünk bele. Azt mondod, hogy igen. Ez hogy néz ki ilyenkor egy félelem? Tehát a mitől félsz? A népszerűség elvesztésétől, a csúcsonlevés elvesztésétől, a sikeresség elvesztésétől? Attól félek, hogy amikor elkezd lefele menni, tehát ez nem kérdés, hogy hullámzik, és hogy vannak hullámbölgyek, vagy egyszer elkezd lefele menni. Attól félek, hogy amikor ez megtörténik, hogy akkor nem fogom észrevenni, és elkezdem hajszolni. Van olyan ember a környezetedben, aki ilyen értelemben majd szólna, hogyha te már ezt kicsit görcsösen akarnak? Van. Igen. Hát például édesanyám, ő azért elég jól lát kívülről, barátaim jól látnak, akik megmaradtak hosszú távon. De egyébként van hajlamod erre, hogy úgy nagyon akarod? Tehát, hogy izzadságszagúvá váljon a te szándékod? Hát eddig nem mutatkozott meg, de észrevettem másokon, amikor elkezdtek ilyen módon működni, és én nem szeretnék. Egyébként úgy tudod értékelni azt, ami úgy veled ez idő szerint történik? Tehát vannak olyan pillanatok, mikor úgy azt mondod, hogy na Zsófi, megcsináltam. Nehéz értékelni, nehéz elégedetnek lenni. Én nagyon kritikus vagyok rettenetesen, sőt szinte túlságosan is. És most már elkezdtem ösztönözni magam, hogy értékeljem azt, ahova jutottunk, mert ez egy csapatmunka. Azt mondtad, hogy szerinted nem hátrány az, hogy te gátlásos vagy, lévén, hogy a színpadon is. Tehát színpadi ember vagy. Szerinted miért nem hátrány? Kérdezem én, aki nem vagyok színpadi ember és nem vagyok frontember, azt gondolnák kívülről az ember, hogy ott nagyon felszabadult, nagyon fesztelen, nagyon gátlástalan embernek kell lenni. Én úgy működök, hogy ahhoz, hogy felszabadult és fesztelen legyek, és jól tudjak működni a színpadon, ahhoz nekem rengeteget kell gyakorolni. És a maximalizmusomat a gátlásosságom is okozza. Tehát nálam nem működik az, hogy úgy álljak ki egy színpadra például, hogy nem gyakoroltam. Az nem lehet.
vagy hogyha mondjuk bekerülök egy új szituációba, akkor inkább szemlélődök, megpróbálom megismerni a helyzetet, mielőtt bármit is teszek. Uh-huh. És valahogy a szakmában is így működök, hogy megpróbálok előtte gyakorlatilag mindent, amit csak tudok kigyakorolni, és akkor állok a színpadra, amikor már minden megvan, és kicsit mindig megmarad a kontroll bennem. Nincs is olyan, vagy nagyon kevés szituációban, amikor ezt a kontrollt elengeded? De otthon szoktam elbendizni a kanapén, amikor megérkezek, akkor van egy 20 perc, amikor mindent, ajaj, igen. Szóval jó a kontroll. Szóval otthon azért van egy 20 perc, amikor van én idő, és akkor gyakorlatilag az abból áll, hogy pihenek, alszom, kávézok, ilyesmi, fölkészülök arra, hogy gyakoroljak, fessek, ilyesmi. Azt mondtad, hogy igen, volt olyan pillanat, amikor arra gondoltál, hogy bárcsak ne Hernádi Juditnak hívják. Persze, az anyukádat. Hogy volt, de ezek viszonylag rövid ideig tartottak. Azért nagyon nehéz egy híres ember gyerekének lenni. Te mondasz egy szituációt, ami úgy beléd égett, amikor úgy azt mondtad magad, hogy a büdös életben miért nem civil? Hát korszakot tudok mondani, nem szituációt. Tehát félreértés, azért el szeretném kerülni, tehát nagyon büszke vagyok anyámra, és nagyon szeretem őt, és nagyon fölnézek rá. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. De amikor elkezdtem kinyílni, és elkezdődött afelé tennelni az életem, hogy előadó művész legyek, tehát amikor az első zenekaromon elkezdtem működni, nem a Honey Beast volt, hanem a Cenobite nevű zenekar. Azért az egy kemény korszak volt egyébként. Már milyen értelemben? Hát akkor nagyon kiadtam magamból azokat a dühöket és azokat az elnyomott feszkókat, amik addig csak gyűltek. Tehát erre tök jó volt, de... De mi miatt gyűltek benned feszkók? Mi miatt gyűltek benned? Hát sok mindent. Ez a gyerekkori dolgok, meg sose voltam például népszerű gyerek mindig. Már kik körében? Suliba. Igen, tehát ezek nagyon sokan, nagyon sokáig bennem maradtak, és nem voltam népszerű alatt, azt kell érteni, hogy nem közösítettek ki. De. Igen. Persze, hogy ki közösít. De. De. Ez hogy nézett ki? Hát volt az osztály, volt a klikek, és voltam én. De... Egy magadba? Nagyon sokszor, igen. De ma már úgy gondolom, hogy a Honey Beast-ben, a festészetben, ami egyébként még ilyen szárnybontogatási szakaszban van, már tudok ebből profitálni. Nekem is kellett tennem ahhoz, hogy ez a mai napon, tehát hogy ma már ne legyen így, hogy engem kiközösítenek. Tehát azért én... Te mutattál, próbálkoztál? Igen. Igen, és azóta már ez könnyebben megy. Tehát akkoriban nem nyitottam, de azóta nyitottam. Igen, tehát elkövettem azt a hibát, hogy nagyon-nagyon zárkózott gyerek voltam. Illetve az volt a hiba, hogy nem mertem nyitni igazából a gyerekekre. És ez bennem maradt. Mi is nagyon volt barátod, olyan, aki úgy bizalmasod lett volna? Kicsikén nem. Nem? Az első barátom, aki tényleg a bizalmasom volt, az ilyen 16 éves koromban. Azért az jó késő volt. Az jó késő volt, igen. De azóta is a bizalmasom ez az ember. De menet közben érezted ennek hiányát? Tehát tudtad azt, hogy azért te ugye egymagadban vagy gyerekként? Igen, igen. Teljesen felfogtam. És hát a gyerekkorom sem volt könnyű abban a szempontból, hogy a szüleim nagyon sokat dolgoztak, apám nem volt ott. Tehát jelen volt, meg mindig szeretetben voltunk, de nem volt ott... fizikailag. Nagyon viszonylag korán elváltak, 2 éves voltál, ugye? Összesen voltak házasodva, igen, és 2 éves voltam, amikor szétköltöztek. De apám mindig próbált adni, és szerintem a tőle telhető legtöbbet meg is adta. És ma már, ha találkozol ezekkel az osztálytársaiddal? Minden tök jó. Minden tök jó, illetve érdekes módon azokkal szoktam találkozni, akikkel amúgy is jó volt, tehát, vagy hát nem volt rettenetes. Valami fajta elégtétel érzés van benned olyan értelemben, hogy... Az osztálytársaimmal kapcsolatban? Mármint, ugye azzal kapcsolatban, hogy elértem a... Igen, igen. Azért kíváncsi lennék ilyenkor azon emberek fejébe, akik akkor nem voltak befogadóak egy lányjal szemben, egy közösségen belül. Persze, hogy van. Örülök neki, igen, egyébként. Tehát, hogy
el tudtam jutni. Nagyon sokszor kaptam meg azt, hogy belőlem semmi sem lesz, sőt kitől? Volt olyan, hogy a volt barátom mondta, hogy semmi sem lesz belőlem. Akkor igen, vele már nem is nagyon tartom a kapcsolatot sehogy se, sőt nem egy volt barátomtól kaptam meg, tehát nagyon sokan lehúztak. De miért gondolták ezt, Zsófi? Hát mert egy picit más voltam, mint a többiek. Visszahúzódóbb voltam, nem voltam divatos sose, nem voltam cool. És ma már el tudtam jutni egy olyan szintre, hogy fel tudom vállalni azt, hogy én nem vagyok meghatározhatatlan fogalom, hogy mi az a cool, vagy divatos, vagy menő. De ma már rendben vagyok azzal, hogy egy picit másmilyen vagyok, mint a többiek. Ez egy pillanat volt, amikor te rájöttél arra, hogy egy picit neked is kell változnod? Folyamat volt. Igen. És a 20-as évem elejétől mostanáig folyamatosan zajlik, tehát folyamatosan nyitok, mindig csak egy picit, és ez bevált, hogy mindig csak egy picit. Uh-huh. De szerinted ez bizalmatlanság az emberekkel szemben? Valami fajta személyre mérzett? Bizonytalanság? Minden lehet benne, igen. Van bizonytalanság is, hogy nem tudom, mi lesz, nem tudom, hogy fognak reagálni, nem tudom, hogy jó szendékúak-e, és akkor inkább megvizsgálom az életőt. És hát bizalmatlanság, igen, ebben benne van egy picit a bizonytalanság is, tehát magamban is egyébként az utóbbi években elkezdtem bízni egy picit jobban, és ezért tudtam nyitottabbá válni, mint mondjuk 3 éve, 5 éve, 10 éve. Három évvel ezelőtt is bizalmatlanabb voltál? Folyamatosan megy ez a változás, aha, igen. Tehát az is lehet, hogyha mondjuk lesz egy interjú, nem tudom, 40 éves koromban, akkor sokkal nyitottabb leszek, uh-huh, mint amilyen most vagyok. A sikerek egyébként valamilyen szinten ezt előidézik? Tehát valamifajta magabiztosság, a nyitottság, az emberek felé való közvetlenség, azért az csak meghozza. A sikerek, igen, nagy segítség az, hogy van siker. Siker a zenekarnak. Emlékszem, amikor gimnazista voltam, akkor nagyon sok jegyzetet csináltam, és a jegyzeteimből tanultam. De ilyen mappákat, óriási, még ma is megvannak valahol. És abból nyertem önbizalmat, hogy ezeket kinyitottam, és lapoztam. Mindegyikben nagyon szépen írtam, és lapozgattam, hogy igen, ezt tudom, ezt már megtanultam, általában megtanultam, amik le voltak odaírva, és végig lapoztam, és ebből lett önbizalmam. Hogy ebből származott mondjuk egy 5-ös történelem dolgozat, abból pedig egy 5-ös irodalom dolgozat. És innen tudtam magamban felépíteni azt a tartást, hogy mondjuk kimertem állni utána felelni. És egyáltalán az egész adott egy olyan löketet, hogy elkezdtem annó egy kicsit jobban érezni magam a bőrömmel, ma pedig ugyanaz a gyakorlás. Az sem adott önbizalmat egy fiatal ember esetén, mondjuk Törőcsik Marival tölthet olyan nagyon az sok adott időt. Az adott, nagyon szerettem a Törőcsik Marit. Emlékszem, hogy... Hány éves voltál te akkor, amikor sok időt töltöttetek együtt? Fú, már nagyon-nagyon gyerek voltam, ilyen 10-11. Tehát ott az már felfogja a dolgokat elég rendesen, tehát ott már tudja, hogy mit történt, és súlyának megfelelően kezeli. Igen. És nagyon tiszteltem a Marit mindig is, és tisztelem is. Emlékszem, hogy Egerbe voltunk, és nagyon fontosat mondott nekem a Mari. Együtt reggeliztünk mindig, és az egyik reggelinél... Ez egy próba folyamat volt? Vagy hogy kerültél te közelébe, Törőcsik? Egerben játszottak anyám, meg Görög László is, és ott volt a Mari is. Akkori párja édesanyádnak és Törőcsik Mari. Igen. És mindig együtt reggeliztünk a Szenátorháznő szállodában, és egyik alkalommal azt mondta a Mari, hogy veled szigorú vagyok, mert téged szeretlek. És mindig meg fogom neked őszintén mondani, hogyha valamit rosszul csinálsz, ezt mondta nekem a Mari. És sokat azóta szólni? Régen, igen, tehát amikor sokat találkoztunk, akkor mindig elmondta mindenről őszintén a véleményét, és tudtam is ezekből épülni. Mondasz egy példát? Fú, már nem emlékszem, az a baj. Sikereid után vagy annak tükrében volt beszélgetésed Törőcsik Marival? Tehát nyilván látott színpadon, vagy hallott rólad azért, hogy befutottál. Hallott rólam, szerintem nem tudom, hogy látott-e. Azóta nem beszélgettünk sokat, de szerintem tud rólam, mert anyuval szoktak beszélgetni telefonon. És követ. Remélem. Azt mondtad, hogy nem különösebben zavar,
hogy amikor a fogyásoddal foglalkoznak az újságok. Azért valamennyire, én most, hogy így elkezdtem elmélyedni a veled kapcsolatos cikkekbe, sokszor belefutottam, és már nekem lett egy kicsit egysíkú az újságírók ilyen értelemben való gondolkodása. Hát ez mostanában történt, hogy én leadtam pár kilót. Büszke vagyok rá, mert nagyon régóta küzdöm túlsúllyal, meg azt gondolom, hogy lehet, hogy egész életemben ez egy program lesz, hogy odafigyelek magamra, és a táplálkozás. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy éjjel 3-kor, ha megkívánok egy croissant csokoládékrémmel, akkor azt eszem, nem, akkor az mert mondja, igény volna rá, gondolom. Néha persze. Nagyon szeretek enni, de nagyon ritka az a pillanat, amikor ezen a téren elengedem magam, mert vigyázni kell, figyelni kell, de természetesen. Szoktak olyanok lenni, hogy mondjuk 3 napig azt veszek, amit akarok, akkor, amikor akarok, de odafigyelek. De akkor utána nagyon hosszú a idézőjelvetett bőti időszak, tehát amikor aztán tényleg odafigyelsz és edzeni jársz. És... Igen, de egyébként ezt nem úgy kell elképzelni, mint valami kínzást. Tehát ezt kell rendesen. Anorexiás szerintem nem is fogok tudni lenni, mert imádom az ízeket, imádok dolgokat kipróbálni, imádok főzni, sütni. Tehát ez nem böjt, hanem inkább egy életforma. Anélkül, hogy belemennénk a bulvárba, azt mondtad arra a kérdésemre, hogy kaptad-e magad azon, hogy görcsösen szeretnél párkapcsolatot, azt mondtad, hogy igen. Ilyenkor az ember figyelmezteti is magát, hogy Zsófi, ne legyél most görcsös, tehát ezt most ne akard annyira? Vagy ez hogy néz ki? Vannak időszakok, amikor tök szomorú vagyok, hogy nincsen, és akkor szoktak előjönni általában ezek a görcsös érzések, hogy de jó lenne, ha lenne, másnak miért van, nekem miért nincsen, tök sok dolgot kell egyedül csinálni. Aztán ezek véget érnek, tehát időről időre visszatér, nem tudom, lehet, hogy csillagállás miatt, nem tudom, de időről időre visszatér ez a folyamat, pár hétre, pár napra, inkább egyébként rövidebb időszak szokott lenni. És akkor szembenézek azzal, hogy igen, ez most egy görcsös periódus volt ezzel kapcsolatban. De akkoriban egyébként, tehát ha ez van, akkor mással kapcsolatban is görcsölök. Igen. Tehát akkor munkán is, igen. Ez egy ilyen univerzális történet, aztán ennek vége szakad, és minden megy tovább. Milyen hosszú ideig tart egy-egy ilyen periódus? Pár napig. Nem szoktam rajta hosszan filózni. A leghosszabb az, nem tudom, kb. 3 hét lehetett amúgy. Ezt mi váltja ki szerinted? Nem tudom. Lehet, hogy stressz helyzet például, hogyha mondjuk van egy nagy koncert, és kell rá készülni, akkor készülök sokat, folyamatosan pörög az agyam, hogy dolgozni kell, ezt vagy azt ki kell még alakítanom, énektechnikát, kiállást, stb. És amikor ennyi, ilyen nagy súly van a vállamon, akkor egy kicsit el szoktam anyátlanodni, és akkor jön az igény arra, hogy valaki babusgasson, és akkor jön a görcsösség. Én gondolom, sok rajongói levelet kaphatsz. Hát úgy képzelem el, hogy egy frontasszony azért, hogy ki van téve ilyesfajta megkereséseknek? Ki, de azt gondolom, hogy a rajongás, az nem tudom, csak is magamból tudok kiindulni. Amikor én rajongok valakiért, akkor egy illúzióért rajongok. Elképzelem, hogy milyen lehet az a személy. Amikor tínédzser voltam, szerettem a Marilyn Manson-t például, és elképzeltem, hogy ő milyen lehet. Aztán nőttem, néztem interjúkat, olvastam könyveket, stb. És rájöttem, hogy valószínűleg tökre nem olyan lehet a személyisége, amit én elképzeltem, és amiben beleszerettem. Tehát ezért bánok csínyán a rajongói levelekkel, természetesen megtisztelőek, és hálás vagyok értük, de azt gondolom, hogy a rajongás az kicsit olyan, mintha egy illúzióért rajongó. Tehát ők a színpadon látnak, interjúkban látnak, és ez tök jó, hogy követnek, mondom. Tényleg tökre hálás vagyok mindenért, de nincsenek velem ott a hétköznapokban 0-24, tehát hogyha... Te ebben nem is hiszel magyarul, hogy kialakulhat ilyen formán, vagy ilyen szereposztásból bármifajta párkapcsolat. Azt nem mondom, hogy nem hiszek benne, de nem tartom kifejezetten valószínűnek. Egyébként neked az X-faktor és az utolsó téma, amit érítünk, az egy érzékeny téma, tehát rossz emlék? Ugye mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki emlékszik, te ott jelentkeztél, mentél is emlékeim szerint pár kört, de nem jutottál be az első 50-ben benne voltam, a 25-ben nem.
Ha most visszagondolok az X-faktorra, nem rossz emlék, nagyon sokat tanultam a táborban, aztán végül nem szerepeltem a műsorban, vagy édesanyám miatt, vagy a szerkesztők döntöttek úgy, hogy én nem fogok benne szerepelni. Ezt akkor fájlaltad? Nem igazán. Nem igazán. Azt gondoltam már akkor is, tehát amikor teljesen biztossá vált, hogy én ki fogok esni, akkor vált teljesen nyilvánvalóvá nekem, tehát akkor még nem volt hős, még nem volt dal, de akkor vált nyilvánvalóvá számomra, hogy a Honey Beast az igazi utam, és nem az, hogy bemenjek egy tévés tehetségkutatóba. Na most annak ellenére, hogy e körül kialakult egy botrány, rá következő második évben a legnagyobb hős volt a feladat az X-faktor táborban, ahol én voltam. Uh-huh. Tehát az volt az egyik dal, amit meg kellett tanulni. Ez is egy elégtétel. Hát ez hatalmas. Tehát konkrétan mai napig nem fogom föl. És 2015-ben vagy 2014-ben, amikor az egyedül lejöttünk ki, most én nem emlékszem, talán 15 volt, akkor visszamentünk extra produkciónak a műsorba. És emlékeim szerint sikerült azt rendesen ott elég jól elénekelni, és nagyon büszke voltam rá, hogy ez úgy sikerült, és mondták a többiek is. Tehát azt gondolom, hogy én nagyon sokat, utólag, hogyha mérlegelem az egészet, az egész X-faktor szitut, én nagyon sokat kaptam attól a műsortól. Hát akkor sok sikert kívánok, maradjon ez itt sokáig ez a siker, mert tud értékelni, akkor azt kívánom. Hosszú-hosszú ideig. Köszönöm szépen. Én köszönöm.